köszöntjük őt itt Magyarországon. Egyébként írtam néhány gondolatot róla, hogy azért pár szerintem nem nagyon kellett bemutatni, hiszen gondolom jó sokan olvastátok már mind három, vagy mind kettő könyvét, mert hogy az új, sziasztok, mennyi ismerős van. Az új ugye most jelent meg az elmúlt napokban, de azért néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Szóval a Valéry Perrin nem csak könyveket írt, hanem forgatókönyveket és népszerű francia filmek és sorozatok szövegét jegyzi. Korábban egyébként újságíróként is dolgozott, jelenleg pedig fotósként is ismert. Ugye első regénye, első könyve a Vasárnap koldusai 2015-ben jelent meg, de Magyarországon először a második könyve jelent meg, a Másodvirágzás, amit egyébként 2018-ban jelent meg ki. Új regénye pedig, ami most látni napvilágot itthon, külföldön pedig 2021-ben a Trió. Ugye ezekről fogunk beszélgetni. A beszélgetés végén egy szolgálati közlemény, egy ilyen 45 perces lesz a beszélgetés, majd a központi dedikálóstól már fog dedikálni nektek, és meg az utca felé megy a sor, de meg kövessetek minket, és mutatjuk, hogy merre. Annyit kért külön, hogy jelentem nektek, csak szerintem ti azért már rutinosok vagytok, segítek, hogy csak a nevét fogja beleírni a könyvetekbe, és mindenkinek lehetőség szerint egy könyvet nyújtson, és azt fogja dedikálni nektek. És a három fordítót szeretném kiemelni, akiknek köszönhetően olvashatjuk Magyarországon a könyveit Valéry Perrinnak. Molnár Zsófia fordította a Másodvirágzást, a Vasárnap koldusait Kamocsai Ildikó, a Triót pedig Kácsó Zsolt. Megcsapjuk! Hogy én mondtam, hogy nekem a Másodvirágzás a kedvencem, és nekik melyik a kedvence? Mert ugye egy speciális választ adott nekem. Merci d'être là. Merci à tous. Merci. C'est comme si je devais choisir entre mes trois enfants, comme si j'en ai que deux, je ne peux pas dire qu'il y en a un que je préfère. Car chaque livre m'a apporté l'un le suivant. Mais je crois, aujourd'hui, que celui dont je suis le plus fière, c'est Trois. Parce que j'ai dû l'écrire après un best-seller mondial, et c'est extrêmement agité le lendemain de se dire qu'est-ce que je vais écrire maintenant, après avoir donné le temps à l'écrire. Igen, erről már beszélgettünk. Először is mindenkinek köszönöm, hogy itt vannak. Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolnom, hogy melyik kedvenc könyvem, hiszen ez olyan, mintha három gyerekem közül kellene egyet kiemelnem, pedig csak két gyerekem van. De mégis azt szeretném mondani, hogy azt hiszem, hogy a Trió talán az, amire a legbüszkébb vagyok, hiszen egy nemzetközi bestseller után kellett valamit leraknom az asztalra, és nem volt egyszerű eldöntenem, hogy egy ekkora sikerkönyv után miről írhatnék. Ugye az említettem a felvezetésben, csak lányos zavaromban kicsit belezavarodtam, de hogy ugye itthon a Másodvirágzás jelent meg először, és nagyon kíváncsi vagyok arra, és azután jelent meg ugye itthon a Vasárnap koldusai, tehát az első regényét olvashatjuk ugye itthon később. Viszont a Másodvirágzás volt az, ami neki meghozta a nemzetközi hatalmas sikert. És arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amiben más a Másodvirágzás, amitől ott mi történt, amitől ez ekkora siker lett világszerte. Est-ce que je peux me permettre de répondre debout? Parce qu'il y a plein de gens qui me voient là. Je me rassemble à chaque fois pour la traduction. Alors, quand j'ai écrit Changer le des fleurs, vous imaginez quand on écrit un livre. C'est comme une bouteille à la mer qu'on envoie à ses lecteurs, mais il faut se dire que on ne sait pas si cette bouteille va être trouvée par ses lecteurs, combien vont trouver. Moi, je ne pouvais pas imaginer, avec l'écriture de ce roman, que ça allait changer, d'une part, ma propre vie pour toujours et beaucoup de vie de mes lecteurs. On a essayé de trouver les réponses, de savoir pourquoi ce livre-là plaît particulièrement. On pense que c'est parce que Violette, la protagoniste, est extrêmement attachante et que ça n'est plus un personnage pour les lecteurs, mais plus une amie, une compagne, une confidente. Que les valeurs qu'elle véhicule sont des valeurs de simplicité. On n'est plus dans le posséder à tout prix, le bling-bling à tout prix, mais juste vivre de son jardin avec ses quelques amis. Il y a aussi dans ce livre
une grande enquête. Donc je pense que le fait qu'on ait besoin, envie de savoir ce qui s'est passé autour d'un drame, où il y a des recherches, c'est presque de l'ordre du roman policier. Et du coup, le lecteur s'est particulièrement attaché à cette histoire. Et après, il y a le miracle de la vie, de la mort, de l'ambiance. Ça parle d'un cimetière, ça n'existait pas, on n'avait jamais abordé ce sujet en littérature, on n'avait jamais parlé du gardien de cimetière, et tout ça fait quelque chose de magique. Je crois que c'est pour ça que les gens aiment autant celui-là. A másod virágzásnál ugye nagyon izgalmas kérdés volt, ez kicsit olyan, mint ugye egy palackpostát küldenénk az olvasóinknak, de nem is tudjuk, hogy elér-e hozzájuk a palackposta és az abban rejlő üzenet. Úgyhogy nem tudtam, hogy mit fog hozni az én személyes életembe ez a mű, ennek a műnek a megjelenése, illetve hogy az olvasók életében mit fog ez hozni. Talán az lehet a válasz arra a kérdésre, hogy miért lett ekkora siker ez a könyv, hogy Violet főszereplő egy nagyon magával ragadó személyiség, akire talán egy kicsit úgy tekinthetünk, mint egy barátnőre, egy bizalmasra, egy társra, illetve még egy fontos szempont merül fel, Violet nagyon egyszerű értékeket, ilyen hétköznapi értékeket képvisel, tehát nem akarok mindenáron birtokolni, nem akar mindenáron kitűnni, hanem az egyszerű értékek mentén éli az életét a kertjében, az állatok gondozásával. És ami még nagyon fontos talán, ez a bűnügyi vonal, ez a nyomozás, ami folyamatosan magával ragadja az olvasót, így tud kötődni az olvasó ehhez a történethez. Illetve egy új vonalat is megjelenik ebbe a könyvben, hiszen a temetők őréről relatíve ritkán szoktunk beszélni. Igen, azt nyilatkozta valahol, hogy a vasárnap koldusaiba mindent belerakott, amit szeretett volna, álmokat, modorokat, idős embereket, és hogy még a nagyszülei is felmerülnek benne. És hogy kíváncsi vagyok, hogy a nagyszülei hogyan inspirálták a regényt, és nehéz így, hogy a francia fiúk kedvezek még egyet, mintha nem is túl profi, de hogy mi az oka annak, hogy ennyire, hát nem is tudom, rajzom az idősekért, hiszen mindkét könyvében, most a Sziótét kicsit kiveszem, de mindkét, az első két könyvében egy nagyon fontos szerepet kapnak az idősek. Alors déjà quand j'étais petite, toute petite, j'allais chez tous les voisins, les vieux, pour leur poser des questions. J'avais envie de savoir qu'ils me racontent leur passé, je ne sais pas pourquoi. Ça c'est quelque chose de très personnel. Dans un premier roman, mais beaucoup de choses très personnelles. Et effectivement, j'ai adoré mes grands-parents, j'ai adoré ma grand-mère maternelle, qui s'appelle Marthe. Et puis Marie, ma grand-mère paternelle, je l'ai découvert plus tard, je suis allée chez elle beaucoup plus tard. Mais sur les 12 premières années de ma vie, dès que j'avais deux jours de vacances, je suppliais mes parents pour aller chez mes grands-parents. Et c'est très important parce que ces grands-parents-là avaient un café, comme dans les oubliés du dimanche. Et après, le temps a passé, j'ai eu des enfants, la vie, etc. Et quand j'ai écrit les oubliés, quand j'ai commencé à penser et quand j'ai complètement accouché les oubliés du dimanche, parce que c'est un roman que j'ai porté pendant 15 ans, ma grand-mère, Marie, était dans un EHPAD. Et j'avais très très envie de faire un hommage à la vieillesse, parce que nous sommes de plus en plus dans des sociétés où nous cachons beaucoup les gens âgés, où il faut être jeune, beau, sans rides, parfait à tout prix, et que moi je voulais parler de la beauté de la vieillesse et des imperfections. Et surtout, je crois, alors à travers un vrai roman, c'est pas un documentaire, c'est un roman avec des histoires d'amour, avec une enquête, là aussi. Je voulais surtout que les gens retournent voir les personnes âgées dans les maisons de retraite, parce que souvent ils laissent tomber, ils n'y vont plus, parce que on leur dit ça sert à rien, ils ne reconnaissent pas. Mais c'est pas d'aller rendre visite à quelqu'un d'âgé, c'est pas grave s'il ne reconnaît pas. À partir du moment où vous lui prenez la main, il y a quand même quelque chose qui change en lui. Il y a une transformation. D'où l'intérêt de continuer à s'occuper des gens, même s'ils ne vous reconnaissent pas. Az idősek iránti rajongásom egészen kiskoromban kezdődött, amikor
fiatal voltam, egészen pici, mindig a szomszédokhoz jártam, és az időseket kértem, hogy meséljenek nekem a történetékről. Tehát ez egy nagyon személyes kötődés, de nyilván az ember az első regényében mindig a legszemélyesebb dolgokat írja meg. A nagyszüleimet mindig is imádtam, mert az anyai nagyanyám, illetve Mári, az apai nagyanyám, akit később, jóval később, a 12 éves korom után ismertem meg. De egészen addig, hogyha volt két nap szünetem, akkor könyörögtem mindig a szüleimnek, hogy hadd menjek el a nagyszülőkhöz látogatóba, akiknek volt egy kávézójuk, ahogy a vasárnap Koldusaiban is van egy kávézó. És az az idő, amennyi idő alatt megszültem ezt a regényt, 15 évig hordoztam magamban a vasárnap Koldusait, az megérlelte azt a tiszteletet, amivel az idősek felé adózni kell, hiszen a mai világban mindenkinek fiatalnak, szépnek és tökéletesnek kell lennie, és szerettem volna megmutatni azt, hogy az idősségbe, a ráncokba, abba, hogyan az ember az életkorát viseli, mennyi szépség van, hogy ebbe az időségbe is belefér egy szerelmi történet, illetve nyilván itt is van egy nyomozás. És még egy célja volt a vasárnapi koldusoknak, hogy felhívjam arra a figyelmet, hogy az idős embereket, a rokonainkat látogatni kell. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy de hát úgyse ismernek meg, most minek menjek oda. Pedig nagyon fontos, hogy meglátogassuk az idős rokonainkat, ismerőseinket, mert amikor megfogjuk egy ilyen embernek a kezét, akkor ott megtörténik az átalakulás. Annyi személyesebb volt egy hozzá, hogy nekem ez az, ami miatt egyből borzasztóan nagy szerelemnek mindkét könyv, mert mind a temető, annyira egy extra helyszín és annyira extra főszereplő, mint pedig az idősek otthon, egy annyira különleges és ötletes helyszín, ami szerintem ritkán jött embereknek az eszébe, úgyhogy én szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki mondjuk ezért tudott egyből kapcsolódni ehhez a regényhez. Az egyik interjúban azt nyilatkozta, hogy hisz abban, hogy könyveket hordozunk magunkban, még hogyha nem is tudunk róla. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy érti egészen pontosan. Je pense qu'en fait, inconsciemment, on enregistre des sentiments, des émotions. Et ça peut être une chanson, ça peut être un film, ça peut être un livre. Je pense qu'il y a des ouvrages qui nous poussent à faire certaines choses. J'en parle toujours, partout où je vais dans le monde. Il y a un tout petit roman italien, un roman sarde d'une femme qui s'appelle Milena Agus et qui a écrit un petit bijou qui s'appelle Le Mal de Pierre. Le Mal de Pierre, c'est les calculs au Rhin. Je ne sais pas comment on dit ça. Et c'est un tout petit roman merveilleux où une jeune femme parle de sa grand-mère. Je crois, entre autres, que ce roman m'a poussée à écrire mon premier roman, Les Oubliés du Dimanche. Je pense que ça m'a encouragée. Après, je pense qu'il y a des auteurs. Je pense à Anna Gavalda, qui est une autrice française, qui m'a beaucoup, je pense, beaucoup inspirée aussi. Et puis, il y a des films, et puis il y a des chansons. J'en ai parlé il y a une quinzaine de jours. En France, il y a un chanteur qui s'appelle Vincent Delerme qui a écrit un album qui s'appelle « À présent » qui est sorti en 2016. Et en fait, je me suis rendu compte inconsciemment que dans le roman « Changez l'eau des fleurs », il y a des pans entiers de ces chansons à l'intérieur de mon roman. Comme si je portais cet album de 2016 et qu'en l'écrivant, j'avais ressorti son album. Donc je pense qu'effectivement, ce que j'ai dit hier, ça va bien plus ce que je dis là, mais je leur dis aujourd'hui. Je pense qu'on n'écrit pas forcément quand on écrit. On écrit quand on vit et on prend des choses, des informations, des ressentis dont on se servira plus tard pour l'écriture. Azt gondolom, hogy amikor írunk, meg amikor élünk, akkor tudattalanul érzelmeket, érzéseket rögzítünk. És ezekből születhetnek dalok, filmek, könyvek, vagy bármilyen egyéb alkotás formájában megjelenhetnek, illetve a mások által szerzett dalok, filmek és művek megihletnek minket, és ebből születnek majd a mi saját alkotásaink. Van egy Liana Abus nevű olasz szerző, aki a Vesekőről írt egy rövid regényt, az édesanyjáról írt, és azt gondolom, hogy a vasárnapi koldusokat is ez ihlette meg talán, illetve egyéb francia szerzők is nagyon inspirálóak voltak számomra, például Vincent Delerme,
akinek 2016-ban megjelent egy album Al Présent, jelenleg ez lehet talán a magyar címe, amit utólag vettem észre, hogy a másodvirágzásban gyakorlatilag komplett dalok megjelennek átírt szöveget formájában. És ami még talán nagyon fontos, hogy igazából nem akkor írunk, amikor konkrétan írunk, hanem akkor írunk, amikor élünk. És ez nagyon fontos, mert az élet írja ezeket a könyveket. És ha már zene, akkor ha jól tudom, komoly zenét hallgat, és vannak kedvencei, akiket hallgat, miközben írja a könyveit, mert hogy azok is egy érzelmi hullámvasutat tudnak megjeleníteni, mint a könyvei. Hogyan történik ez írás közben? Miket hallgat? Alors, en fait, de la musique, il y en a dans mes trois romans, mais c'est pas forcément différent, mais le travail de la musique à l'intérieur de mes romans est totalement différent, parce que dans Les Oubliés du Dimanche, Justine parle des goûts musicaux de ses parents, de son oncle, de sa tante, et puis c'est les propres chansons qu'elle écoute, parce qu'elle va beaucoup en boîte de nuit, elle a besoin d'exulter. Elle a besoin de danser le week-end, parce que son travail, son quotidien est compliqué. Sur Changez-nous des fleurs, la musique est très présente, puisqu'elle est très présente, vous le savez tous, pendant les funérailles de quelqu'un, on choisit souvent les musiques que le défunt aimait. Donc pour rendre hommage au défunt, il y a beaucoup, beaucoup de musique dans les cimetières et à l'église. Et dans 3, mon dernier roman, j'ai travaillé sur une bande musicale de 1986 à 2017, en utilisant tous les grands tubes anglo-saxons et aussi français de ces 30 dernières années, parce qu'on a tous une bande originale commune. Et moi, pour travailler, je ne... Alors plus maintenant, ça c'est fini, mais sur les deux premiers romans, je ne pouvais écouter que de la musique classique, parce que si j'avais de la musique avec des paroles, je ne pouvais pas me concentrer. Ça a changé, parce que l'exercice de l'écriture a changé. J'écoute encore beaucoup Bach, beaucoup Chopin, sinon des musiques extrêmement belles. Il y a une version récente des 4 saisons de Vivaldi qui a été repris sur. Mais c'est vrai que j'écoute plus de musique que de chansons, mais j'arrive tout de même à écouter certaines chansons maintenant, parce que le temps fait qu'on peut s'habituer. Ça ne me dérange plus. Alors que j'en aurais été incapable pour les deux premiers. Tényleg, hogy mind a három regényben nagyon erős szerepet játszik a zene. Most már ez valamelyest változott, de munka közben az első két regényem alatt nem tudtam, írás alatt nem tudtam olyan zenét hallgatni, aminek szövege is van, ezért nagyon sok komoly zenét hallgattam. De például a Vasárnap koldusaiban, ugye Justine révén jelenik meg intenzíven a zene, elsősorban a szülei nagybátyja ízlése szűrődik ott át, illetve az, hogy ő diszkóba járni, táncolnia kell, ugyanis a hétköznapok nagyon bonyolultak, nehéz munkát végez. A második virágzásban inkább a temetések kapcsán jelenik meg a zene, hiszen minden temetési szertartás alatt a haloknak a kedvenc számát, kedvenc szerzőjét hallhatjuk. És akkor a triónál ez egészen máshogy jelenik meg, ott 1986 és 2017 közötti 30 évet fedem le, és ehhez válogattam olyan angol száz, illetve francia slágereket, amik közös pontot képezhetnek az olvasókkal. Tehát ahogy említettem, az két első regény írása közben csak komoly zenét tudtam hallgatni, szöveges zenét nem, Bachot, Chopint, Vivaldit hallgattam, a harmadik regényem írása közben meg tudtam sanzont is hallgatni, és meg el tudok vonatkoztatni a szövegtől. Éppen három év telt el mindegyik regény között. Szeretném, ha mesélne arról, hogy mi történik ebben a három évben, mivel hogy ezek ilyen szinte már thrillernek is tudom, de biztosan krimiszerű, és érzelmileg azért egy egészen mélyre menő regények, azért gondolom itt elég egy kutató munka is, hiszen mindig egy ilyen baleset vagy egy tragédia is van benne. Szóval mesélj kicsit arról, hogy mi az munkamódszer, és hogyan, mi történik ebben a három évben. La méthode, je ne suis pas sûre que j'en ai une spécifiquement, puisque les choses elles changent selon les romans, selon ce qui se passe. Vous imaginez que quand j'écris Les Oubliés du Dimanche, mon premier roman, c'était il y a 10 ans, c'était en 2013, je l'ai fini. Je l'ai envoyé à un éditeur
J'ai toujours pensé à mon lecteur, mais je ne savais absolument pas si j'allais être, si j'allais exister, si j'allais être reçu et accepté et édité un jour. Il est sorti en 2015 en France. Ensuite, après ce roman, j'ai écrit Changer de fleurs pendant 2 ans, où là, je savais quand même que j'avais des lecteurs qui m'attendaient. Donc, on écrit déjà différemment, parce que déjà, certains lecteurs qui avaient lu Les Oubliés du Dimanche, qui avaient dit Valérie, continuez, on attend le prochain. Donc, déjà, on écrit pour quelqu'un. J'ai toujours écrit pour vous, mais particulièrement le deuxième, on sait que, en tout cas, on sait que c'est, vous existez pour le deuxième. Et puis, pour le troisième, c'est encore, c'est, la barre est encore plus haute. Et je pense que là, ça m'a vachement fatiguée aussi, parce que. Il fallait, ce que je vous disais au début, mettre la barre très très haut pour apporter au niveau littérature, dramaturgie, attachement au personnage, quelque chose de très très puissant. Il fallait encore aller chercher beaucoup beaucoup plus loin, je trouve, en tout cas pour moi, personnellement, dans les souvenirs des autres, dans tout le travail, encore plus loin pour changer le défaut, parce que je ne voulais pas le décevoir. C'était quelque chose pour moi qui... Donc je vous laisse imaginer dans quel état je suis, parce que je suis en train d'écrire la quatrième. Donc là, c'est la cata. Hát igazán tudnék módszerről beszámolni, hiszen könyvről könyvre változik ez. Ugye a Vasárnap koldusai 10 éve jelent meg. Amikor megírtam, akkor megmutattam az ismerősöknek, és elküldtem egy kiadónak. De nyilván gondoltam az olvasókra, de még nem voltak konkrét olvasóim, úgyhogy még nem volt kire gondolni, mert nem tudtam, hogy majd olvasni fogják ezt a művet. Ez ugye 2015-ben jelent meg. A Másod virágzáson 2 évet dolgoztam, akkor már tudtam, hogy várnak rám az olvasók, úgyhogy már valakiknek írtam, már létező olvasóknak. És a harmadik regényírás akkor meg már nagyon-nagyon magasan volt a léc, hiszen nagyon fontos volt az, hogy igazi irodalmi értéket, dramaturgiai értéket tudjak letenni az asztalra, úgyhogy talán el tudják képzelni, illetve nem akartam csalódást okozni, úgyhogy talán mindannyian el tudják képzelni, most milyen katasztrofikus állapotban vagyok, éppen a 4. könyvet írva. Azt, hogy egyébként újságíró és fotós, az írásban megint segít, szóval, hogy azt gondolom, hogy egyébként azért is nagyon jók a könyveim, mert nagyon moziszerűek, és hogy ebben az, hogy fotós és újságíró, az Je vais tout de suite répondre. En fait, j'ai pas du tout été journaliste, mais scénariste. J'ai travaillé pendant des années avec mon mari qui est cinéaste. Et le fait de venir de cette école, parce que je n'ai pas fait d'école d'écriture du tout, le fait de venir de l'école de mon mari Claude Lelouch m'a énormément appris sur la construction dramatique d'une situation. Et énormément appris puisque j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et souvent, on savait pour quel acteur ou quelle actrice on écrivait. Ce qui fait que dans ma méthodologie actuelle pour le roman, je reprends exactement ce que j'ai appris avec lui, à savoir écrire une scène de cinéma que je vais transformer en chapitre. Et ce qui m'a permis aussi d'apprendre, je ne sais pas si ça s'appelle l'empathie, mais j'arrive à me mettre à la place de quelqu'un. C'est là que je peux absolument, dans mon travail, presque faire le travail de comédien quand même, à savoir être un homme, une femme, très jeune, très vieux, très vieille, très gentil, méchant, menteur, menteuse. Je peux mettre vraiment à la place de quelqu'un pour pouvoir ressentir ce qu'il ressent et écrire ses sentiments. J'ai fait beaucoup de photographies de plateau. C'est-à-dire être sur un plateau et faire des photos d'acteurs et de situations sur un plateau de cinéma. Et c'est vrai que je pense que le fait que je viens du cinéma et de la photo fait qu'on voit bien visuellement mes personnages et l'ambiance de ce qui se passe autour d'eux. Nem újságíró voltam, hanem forgatókönyvíró, a rendező férjemmel nagyon sokat dolgoztunk együtt,
és mivel nekem nincsen irodalmi hátterem, csak a férjemmel való közös munkából tanultam rengeteget, ezért a mai napig azokat a dramaturgiai trükköket használom, amiket együtt alakítottunk ki, hiszen akkoriban tudtuk, hogy kinek hívjuk, melyik szereplőnek, melyik színésznek hívjuk azt az adott jelenetet, úgyhogy módszertanilag a mai napig ezt használom. Ami nagyon érezhető valószínűleg az írásaimon, hogy film jelenetekben, tehát vizuális jelenetekben gondolkodom, és ezekből lesznek a fejezetek. Az, hogy ez empátia kérdése, vagy valami más, azt nem tudom, de nagyon jól bele tudom élni magamat bárkinek a helyébe, akár fiatal, akár idős, akár férfi, akár nő, akár gonosz, akár kedves, akár hazug, akár nem. És mivel fotós is voltam, forgatásokon fotóztam rengeteget, ezért azt gondolom, hogy ez a fajta filmes és fotós múlt, ez nagyon intenzíven megjelenik a szereplő ábrázolásommal. Ugye az itt ülők nagy részek valószínűleg a trió még ismeretlen, mert hogy most egészen frissen jelent meg, én nem tudom pontosan, hogy hány nappal ezelőtt. És ezért szeretném a picit erről beszélni, hogy ez miért fontos neki, és egy picit úgy is érzem, nagyobb a felénél tartok, hogy azért már, hogy ez egy kicsit eltér a másik két könyvtől. Nagyon erősen hozza azt, ami a Valerinek is a saját életéből hozott, hogy ez a kisvárosból a nagyvárosba eljutás. Ugye a barátság a téma, az a célja ennek a párbarátnak, hogy eljusson a Párizsba. Miért volt annyira fontos neki ez? Mit akart ezzel üzenni? Kicsit beszéljünk tényleg erről a könyvről, mert sokan még szerintem ezt nem olvasták. Valaki olvasta már a könyvet? Kész kell. Azért még csak pár. A másik kettőt ki olvasta már? Köszönöm szépen. Alors, trois, il est né. J'ai décidé d'écrire trois parce que j'ai lu un livre d'un auteur français qui s'appelle Philippe Besson. Et c'est un ouvrage qui s'appelle Arrête avec tes mensonges. Et en lisant ce livre, est née l'idée de trois. J'ai compris en lisant ce livre que j'avais besoin impérativement de parler de l'adolescence, de cette période très obscure qui est un cliché. Et pourtant que je pense qu'on porte toute notre vie. Donc j'ai décidé de faire le portrait de trois amis d'enfance, deux garçons, une fille, qui sont réunis tout simplement parce que leur nom de famille commence par B et qu'à l'appel du CM2, car la dernière année de primaire avant de partir au collège, ils sont réunis sur les mêmes bancs de l'école, dans la même classe, avec le même instituteur. À partir de là, va naître une magnifique, merveilleuse, en tout cas entre eux, histoire d'amour, d'amitié très très forte. Ils vont devenir inséparables jusqu'au bac, jusqu'au lycée, jusqu'après le lycée. Et ensuite, on ne sait pas pourquoi, ils vont se séparer. Peut-être se disputer, mais on ne comprend pas pourquoi quand on commence le roman. Et ça, c'est important pour moi, que le lecteur se dise, mais pourquoi ces amis ont été séparés par la vie? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été séparés par la vie? Et pourquoi? Et parallèlement à ça, on a une narratrice qui arrive, quatrième personne, qui est journaliste, qui giste dans la petite ville dans laquelle ils ont grandi et qui découvre, qui connaît parfaitement la vie de ces trois amis et qui vont nous la raconter petit à petit et qui va couvrir un fait divers. On retrouve une voiture au fond d'un lac où ils se baignaient quand ils étaient enfants, où ils allaient quand ils étaient jeunes et on ne comprend pas quel est le rapport entre ce fait divers et les amis. Et on va le découvrir au fur et à mesure, puisque vous avez lu beaucoup, la plupart d'entre nous, les deux premiers. Et vous savez, j'aime beaucoup fonctionner comme ça dans la narration. Je passe du passé au présent. Comme ça, petit à petit, on découvre les choses que je cache et que je vous dévoile au fur et à mesure. Et ce que je voulais aussi dire, il est très très complexe, et en même temps, je crois qu'il parle à beaucoup de monde, en tout cas ce livre, il parle vraiment de l'amitié, de nos amis d'enfance, des illusions qu'on s'est fait quand on était jeune. Qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté, à quel moment on s'est trompé, quelles ont été les bonnes décisions qu'on a prises dans notre vie. Donc je pense que c'est assez universel aussi comme tel. J'avais envie de parler de ça aussi. Jó, igazából egy saját olvasmányi élmény alapján született Philippe Besson, majd a hazugságaidat című könyve alapján. Azt gondolom, hogy a kamaszkor, ami egy ilyen elég klissés időszak és elég sötét gondolatokat is szül legtöbbünkben, talán mindannyiunk életét nagyon nagyban meghatározza. Ugye ez két fiú és egy lány története,
akiket igazából első ránézés sejtől kötünk össze, hogy mind a hármajuknak B betűvel kezdődik a vezetékneve, emiatt ők egy osztályba kerülnek, egy tanár kezei alá kerülnek, a kezei közé kerülnek, és ebből bontakozik ki aztán később egy nagyon szép szerelmi és baráti történet, ami egészen az érettségig elkíséri őket. És ezt követően elválnak az útjaik, és azt szerettem volna, hogyha az olvasó azon törje a fejét, hogy mi történhetett, hogyan válhatott külön egy ilyen szoros kapcsolat után ennek a három embernek az élete, és ugye itt jelenik meg a narrátor, aki a negyedik szereplője ennek a történetnek, aki egy újságíró és egyben narrátor, aki nagyon izgalmas módon mindent tud ennek a három embernek az életéről, ismeri az életüket, és gyakorlatilag itt jön be még egy szál, egy valós megtörtént esemény, hogy hogyan kapcsolódik az ő életükhöz, ugye a könyvnek a nyitó jelenete is, amikor kiemelik ezt a bizonyos autót a tóból, abból a tóból, ahol ők fiatal korukban együtt fülöttek. És ez a valós esemény párhuzamba kerül ennek a barátságnak a történetével, illetve a narrációban nagyon sokat játszom a jelen és a múlt váltakozásával, és ennek a játéknak köszönhetően folyamatosan csöpögtetem a részleteket az olvasók számára. Itt nyilván mindenkiben felmerül az a kérdés szintén, hogy mik voltak a saját életünkben a sikerek, a kudarcok, a jó döntések, a rossz döntések, és hogy hogyan alakult az életünk. És azt gondolom, hogy ez ettől lett egy univerzális témájú könyv. Je me permets de poursuivre parce que je pensais que je parle aussi beaucoup du thème du harcèlement scolaire, du secret qu'on peut porter enfant et si on ne parle pas la bonne personne, ça peut nous bouleverser pour toujours. Et surtout, pour préparer ce roman, j'ai parlé avec la directrice du refuge en Bourgogne, dont je suis la marraine, refuge où on récupère les animaux abandonnés. Et c'est aussi une métaphore très forte parce que chez moi, depuis le début, c'est très important. Moi, je parle beaucoup de l'abandon. Violette est née sous X dans Changer l'eau des fleurs. Justine a été élevée par ses grands-parents avec son cousin. Dans Trois, Lina est élevée par son grand-père et a été abandonnée par sa maman. Donc c'est un thème assez récurrent chez moi. Et je trouvais que la métaphore de l'abandon, de qui abandonne un chat ou un chien et qui le récupère et lui donne une seconde chance, la seconde chance est très présente aussi dans tous mes romans. Que ce soit sur un animal ou un humain. És még egy nagyon fontos téma az iskolai abúzus, ami ugye megjelenik itt ebben a könyvben, és ezzel párhuzamosan a titok, amit megosztunk valakivel, vagy nem osztunk meg senkivel, ki lesz a bizalmasunk, kinek beszélhetünk róla. Amikor a Trió című könyvön dolgoztam, akkor ellátogattam a Burgonyi Állatmenhelynek az igazgatónőjéhez, ugyanis visszatérő téma minden művelben az elhagyatottság, elhanyagoltság, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos téma. Ugye mind a három regénynek a főszereplői valamilyen módon elhagyatottak, Violette 2-szeres anyától született, aki elhagyt őt a születése után, Justine árva, és ez egy nagyon fontos kiemelni, hogy mindenki megérdemel egy második esélyt, mindegy, hogy emberről vagy állatról beszélünk. Éveket tölt ezekkel a regényekkel, mindegyikben most mondta, hogy az elhagyatottság a főszereplőknek a közös pontja. Miért foglalkoztatja a mérezetében? C'est une bonne question à laquelle j'ai bien du mal à répondre parce que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai tellement d'attachement aux gens qui poussent tout seuls, qui grandissent tout seuls, qui se débrouillent, je ne sais pas. Ça c'est, alors il faudrait que je fasse une psychanalyse. Je vais continuer à écrire des livres, ça va être mieux pour tout le monde. Je suis bouleversée par les gens qui se débrouillent, qui sont peut-être plus malins, pas forcément plus malins, mais on en parlait hier de la petite, la mauvaise herbe qui va pousser dans un interstice, dans la pierre, dans du goudron, qui va juste se contenter d'un peu d'eau de pluie et qui va quand même être là, qui va être belle et qui va pousser. C'est exactement ce qu'est Violette pour moi. C'est ce que pourrait être complètement Justine aussi. C'est ce qui est Nina. J'ai des femmes comme ça qui poussent toutes seules. Et puis toujours cette histoire de seconde chance, des gens qui pensent qu'il n'y aura pas d'histoire. Par exemple, Violette, pour moi, le point commun que Violette a dans Changer l'eau des fleurs par rapport à Nina dans Trois, c'est qu'elles sont absolument persuadées qu'elles sont des gens qui sont fermés à l'amour. Elles sont fermées à la rencontre pour des raisons totalement différentes.
Et pourtant, c'est aussi une sorte de seconde chance. Elles vont se rouvrir à la vie petit à petit. Et ça, ça m'intéresse beaucoup dans mes romans, puisqu'ils sont relativement noirs. On en a parlé au début de la rencontre. Ça se passe toujours dans des lieux très étranges, cimetières, maisons de retraite, un refuge pour les animaux. Et pourtant, j'essaye d'insuffler à l'intérieur de mes romans de la lumière et de l'espoir. C'est très important pour moi. Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, nem is tudom, hogy mit feleljek. Mindig lenyűgöztek azok az emberek, akik így egyedül nőnek fel. Lehet, hogy pszichoanalízisbe kell mennem, hogy megfejtsem ezt a kérdést, hogy regényeket kell továbbra is írnom. Mindig megnehez ezeknek az embereknek a története, akik ennyire magukra vannak hagyva, és mégis boldogulnak valamilyen módon. Általában a gyomnövények jutnak róluk eszembe, akik amik a semmi közepén egy aszfalt vagy egy kő mellett egy pici napfény és egy pici elsőnek köszönhetően kibújnak, kihajtanak, megnőnek. És végül is mind a három női főhősben ez egy közös pont, ugye Violet, Justine és Nina esetében, és így jelenik meg a második esély, amiről az előbb beszéltünk, ez egy közös pont a három főhős nő között. Illetve az is közös pont, hogy mind a hárman lezárnak a szeretet, a szerelem és a találkozások előtt, holott meg kell nyílnunk ahhoz, hogy ez a második esély megvalósulhasson. Ráadásul még nagyon furcsa helyeken játszódnak a történetén, ugye a temetős hely, szokványos hely, az idősek otthona sem egy szokványos hely, de úgy érzem, hogy így tudok mégis fényt és reményt adni a regényeimen keresztül. Annyi személyes, hogy remélem megengedtek már most már félve mondott ilyeneket, hogy nincs tudom olvasni kihívásban, hogy sokan olvastuk a Vasár Kolagosait, és igazából azért is lett ez a közös könyvünk egyszer, mert hogy olyan szinten sokan követeltétek a második regzás után, hogy beszélgessünk róla és olvassuk a Valerie Perán könyveit, hogy ilyen nagyon nagy együttetőséget nagyon régen láttam, pedig most már ugye 6 éves, amit tudom olvasni kihívás, és hogy feltételezem, hogy mivel azért úgy halljuk, hogy világsiker és rengeteg ország fordított a könyveit, és elég hamar az olvasók gyakorlatilag már a harmadik regényt olvashatják, hogy ez az ő életében is egy nagyon nagy változást hozott. Egy interjúban azt is hallottam, hogy azt mondja, hogy már vagy 3 életet leélt, mire ugye regényíró lett, kis túlzással nyilván, hogy az ő életét hogyan változtatta meg ez, hogy regényíró lett, és ennyire sikeres. Hogy írja ezt meg. Állítottam a hallgatóit egy csomóan, mert feltételezem nem is értik a franciát, de mégis állítottam a hallgatóit, és nagyon irigy vagyok, hogy valaki érti, hogy francia, hogy van pontosan. On en a parlé hier, mais je répète toujours l'anecdote. Il y a un avant et un après pour moi, dans ma vie personnelle. J'étais en Grèce en 2019 avec mon fils et ma fille. J'ai Instagram, j'ai Facebook, mais j'ai Twitter, mais je ne sais pas faire un tweet. Je sais juste les voir, mettre un cœur et les partager, c'est tout ce que je sais faire avec Twitter. Mais j'ai quand même bien vu passer le 1er août 2019 que j'étais en tête des ventes en France avec Changer des fleurs, avec Guillaume Musso, qui est quelqu'un qui est extrêmement lu, très très connu en France et qui est beaucoup 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 lu depuis très très longtemps, depuis des années. Et à partir du moment où je vois ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas pourquoi on annonce ça sur Twitter, je suis au courant de rien. Il faut savoir que les auteurs, on n'est jamais au courant de rien. Les maisons d'édition ne nous tiennent pas forcément au courant. Ça m'a fait la même chose pour Trois l'hiver dernier. J'ai appris un truc par un journaliste, bref. Parenthèse, donc j'appelle ma maison d'édition Livre de Poche en France pour dire pourquoi est-ce qu'on annonce que je suis première des ventes au mois de juillet 2019 et là elle me répond oui c'est vrai, félicitations, tu es première des ventes en France. Donc à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé parce que à partir de ce jour-là en France, Changer des fleurs, je n'ai jamais les chiffres, ni jamais les palmarès, mais ça a duré pendant des mois. Des mois, il est resté premier.
Mais non seulement Changelot des fleurs est resté premier en France, mais il a touché 45 langues. Donc ça veut dire beaucoup, beaucoup de pays. Qu'est-ce que ça veut dire à partir du moment où vous vendez autant de livres? Ça veut dire que vous devenez libre, ça veut dire que vous gagnez de l'argent, ça veut dire que vous pouvez protéger vos enfants, ça veut dire que vous pouvez protéger vos parents, tous les gens qui vous sont chers, ça veut dire que vous pouvez être tranquille et surtout, pour finir, en dehors des aspects financiers, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de libre, qui pouvait partir du jour au lendemain et que vous allez pouvoir vivre de votre plume. Et c'est extrêmement rare, extrêmement rare. Et en dehors de toutes ces considérations, ça veut dire que quand j'arrive aujourd'hui, que je rentre dans cette pièce, que je remonte jusqu'à la scène, je suis bouleversée parce que je me dis, ils sont pas là par hasard, ça veut dire que tu les as touchés. Et d'un coup, je me dis, mais quand je suis toute seule chez moi, parce que c'est vraiment ça ma vraie vie, hein, c'est pas d'être belle comme ça, ma vraie vie, c'est d'être en pyjama toute la journée, d'écrire des histoires pour vous, et de me dire, mais alors quand j'écris ces histoires toute seule chez moi en pyjama pendant des années, parce que moi ça dure en étant beaucoup de temps pour écrire, c'est pour les toucher eux, donc ça veut dire que, ça, que je sers à quelque chose, que tout à coup je suis utile aux autres, et pour moi c'est extraordinaire. Voilà, merci à vous. Social médiához, tehát van Instagram oldalam, meg Facebook oldalam, meg Twitter oldalam, de nem tudok mondjuk a Twitterre felemni egy tweetet. Viszont olvasni tudom. És amikor 2019-ben ezen a nyaraláson megláttam, hogy a Mesevirágzás vezeti az eladási listát Franciaországban, Guillaume Musso-val karöltve, aki már nagyon régóta nagyon elismert szerző Franciaországban, akkor nem értettem, hogy mi történik, de azt mondjuk tudniuk kell, hogy általában a szerzők soha semmiről nem tudnak. Úgyhogy felhívtam a kiadómat, és megkérdeztem, hogy most mi történik, mire mondták nekem, hogy gratulálnak sok szeretettel, valóban én vezetem a francia eladási listákat, Guillaume Musso-val karöltve. És ami nagyon érdekes volt, hogy ezek után hónapokig én vezettem az eladási listákat a Másodvirágzással, és ami még fontosabb, hogy 45 nyelvre lefordították ezt a könyvet, tehát el sem tudom képzelni, hogy hány emberhez juthattam el, és hogy ez mit jelent számomra. Hát azt jelenti, hogy szabaddá válhatunk, sok pénzt kereshetünk, megvédhetjük a szeretteinket, de ami talán még ennél is sokkal fontosabb, hogy élhetünk a szenvedélyünknek, és hogy megélhetek a saját tollamból, ami lássuk be, hogy nagyon ritkasság. És ma, amikor ide bejövök, és leülök, és itt a színpadon önökkel szembe, és azt látom, hogy ennyire sok ember érdeklődik a könyvem iránt, meg én irántam, akkor azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hiszen itt megérintettem önöket, és hogy akkor érdemes éveken keresztül pizsamában kócosra jönni, nem egyedül a számítógép előtt, és írni, mert megérintem az olvasóimat. Tehát hasznos vagyok. Merci Sylvia, merci à toute l'équipe, merci à vous, merci beaucoup.